Játék a szelektív hulladékgyűjtés jegyében. Ez várta azokat, akik kedden ellátogattak az Etópark parkolójába, ahol az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség akciója a Körforgó névre keresztelt kampány állomásozott. A mozgalom elsősorban a fiatalok körében kívánja népszerűsíteni a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát, hiszen a statisztikai adatok azt igazolják, hogy ugyan a lakosság pozitívan áll a témakörhöz, mégiscsak a hulladék 5%-a kerül vissza abba a bizonyos körforgásba. Ez a szemléletváltás, a szemléletformálás sokkal nehezebben működő történet, éveknek kell eltenni ahhoz, hogy látszódjon, hogy minden nap beszéltünk róla, minden nap hallották a környezetvédelem fontosságát. Egyetlen mérőszám áll a rendelkezésünkre, 1 kg/fő/év arányszám. Ez azt jelzi, hogy a lakosság által egy főre kivetítve átlagosan évente mekkora mennyiségben gyűlt össze hulladék. Hogy mennyire lesz sikeres a kampány, annak mérhető eredményeit csak a jövőben tapasztalhatják meg az akció kezdeményezői, de az biztos, hogy a 20 várost átívelő roadshow mindenképpen hatásos és figyelemfelkeltő.